A háztartásokban többféle szemét keletkezik, ez egy gyűjtése is eltérő. Ahhoz, hogy a hulladékudvarokat használják az itt élők, fontos, hogy megfelelő szeméttel rendelkezzenek, azaz nem mindent egy helyre dobjanak. Az első lépés ehhez az volt, hogy megteremtették a lehetőséget arra, hogy a komposztálható hulladékot otthon mindenki külön gyűjtőedénybe rakja, de ezzel párhuzamosan áruházak, lakótelepek, útkereszteződések környékére olyan gyűjtőszigeteket helyeztek el, ahová mindenki ingyen leadhat többféle, számára értéktelen hulladékot. A projekt keretében 10 konténer kerül elhelyezésre a hulladékudvarokon, melyekben elektronikai hulladékot, papírt, fa, műanyag hulladékot, építési törmeléket, zöld hulladékot, textíliát, fém hulladékot, üveg hulladékot és gumiabroncsot lehet elhelyezni. Továbbá lehetőség nyílik veszélyes hulladék tárolására is. Itt olyanokat kell ez alatt érteni, hogy a háztartásban keretkező veszélyes hulladékok kerülhetnek elhelyezésre, mint például a festék, higító, gyógyszerek, megmaradt permetezőszerek. A lakosság azon része hozhat ide, akik közszolgáltatói szerződéssel rendelkeznek, illetve díjhátralékkal nem rendelkeznek. Lakcímkártyát kell egyedül bemutatni, a nyitvatartás a héten több napon lesz megoldva, lesz itt egy alkalmazott, aki kezelni fogja ezt az egész udvart. A műanyag hulladék közé tartozik az ásványvizes, üdítős palack, a kiöblített háztartási flakonok, reklámszatyrok, tasakok, csomagoló fóliák. A fehér üvegek közé a színezetlen üvegek, italos, befőttes, parfümös, pálinkás és szörpös üvegek. A színes üvegek közé tartoznak a zölden, barnán és sárkán színezett üvegek. Papírhulladéknak számítanak az újságok, a hullámpapír, a kartondoboz, a szórólap, a csomagolópapír, a könyvek és az italos kartondoboz. A fémhulladékok közé pedig az üdítős, sörös, konzerves dobozok, kisebb háztartási fémhulladékok és evőeszközök tartoznak. És hogy használják-e az itt élők? A üveget külön, a fémhulladékot, papírt. Ahol megvan a lehetőség, hogy bedobja az ember külön a műanyagot, üveget, papírt, ott az emberek azért 90%-ban be is dobják a szemetet. Otthon mi a műanyagpalackokat gyűjtjük, és az utcánkban lévő hulladékgyűjtőbe szoktuk elvinni őket. Külön a papírt, és külön a flakonokat. Az üveget. A következő lépcsőben a városokban, vagy nagyobb településeknél, városrészekben hulladékudvarokat létesítenek azért, hogy egyes veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékot legyen hol leadni. A lakossági hulladékudvar tehát a háztartásokban keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék átvételét végzi. A hulladékudvar szakképzett személyzet által működtetett, önálló, zárt átvevő hely. Szolgáltatásai sok esetben térítésmentesek helyi, lakossági eredetű és mennyiségű hulladékra vonatkozóan. A hulladékudvarokban a lakcímkártya bemutatásával azok adhatják le térítésmentesen ezeket a fajta szemeteket, akik a szolgáltató felé nem tartoznak. Az udvarokon az anyagféleségek elkülönített, rendezett körülmények közötti gyűjtése betontérpurkolatra helyezett zárt konténerekben történik. A hulladékudvarokban 10 darab konténert létesítenek a kertészeti hulladéknak, a lom és egyéb fa hulladéknak, a műanyag hulladéknak, a papír hulladéknak, a textíliáknak, az építési törmeléknek, az elektronikai lomoknak, a fém hulladéknak, az üveg hulladéknak és a gumiabroncsnak. A projekt területen létesítendő valamennyi hulladékudvar egyben újrahasználati központként is funkcionál. Az újrahasználati központban a lakosok leadhatják a számukra feleslegessé vált, de még használható ruhanemüket, bútorokat, elektromos berendezéseket és egyéb használati tárgyakat. Ezen újrahasználható hulladékok értékesíthetők vagy szociális alapon újraeloszthatók. Az újrahasználatra leadott tárgyakat egy külön konténerben gyűjtik a hulladékudvar területén. Veszélyes hulladék átvétele esetén rögzítik a leadott hulladékot, mennyiségi és minőségi jellemzőit, és a hasznosító vagy ártalmatlanító telephelyre történő elszállításig elkülönítve tárolják. A gyűjtőedények elszállítása meghatározott rendszerességgel, illetve telítettség függvényében történik.
A hulladékudvarokról a hulladékot multifiltes hulladékgyűjtő járművel szállítják a hulladéklerakó telephelyre, ahol a begyűjtött frakciónak megfelelően kerül további hasznosításra. A válogatható frakció papír, műanyag, fém a válogatóba kerül, itt osztályozzák, és a többi szelektíven gyűjtött hulladékkal együtt válázásra kerülnek. A gyűjtött hulladékok listája hulladékudvaronként megegyezik. Konkrét hulladékleadási szándék esetén minden esetben a hulladékudvarok üzemeltetőjétől és a társulás honlapjáról lehet tájékoztatást kapni. Íme az ebben a projektben résztvevő hulladékudvarokon gyűjthető hulladékok listája. Műanyag csomagolási hulladék, papír és kartoncsomagolási hulladékok, fémcsomagolási hulladékok, üvegcsomagolási hulladékok, facsomagolási hulladékok, egyéb kevers csomagolási hulladékok, textil csomagolási hulladékok, fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok, étolaj és étkezési zsír, olaj és zsír, veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták, festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek az előzőtől, veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek, mosószerek, amelyek különböznek az előzőtől, citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek, citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek, amelyek különböznek az előzőtől, elemek és akkumulátorok, veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek az előzőtől, kertészeti nyesedékek, lomok évenként 2 köbméter, veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok, építési, bontási hulladékok, oldószerek, savak, lugok, fényképészeti vegyszerek, növényvédőszerek, klór, fluorszénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések, robbanás, fertőzés és sugárveszélyes anyagokat, laborvegyszereket a hulladék udvarok nem vehetnek át. Nem adható le olyan hulladék, ami nem szerepel a hulladékudvar telephelyére kiadott hatósági engedéllyel. A 10 darab hulladékudvar a következő településeken fog működni. Beled, Halászi, Csorna, János Somorja, Kimle, Kóny, Lébény, Mosonmagyaróvár, Rajka, Szany.